Kassán átadták azt a varrodát, amelyben elsősorban az ipari kenderből készült textíliánkot dolgozzák majd fel. A beruházás része annak az akciótervnek, amely több egymásra épülő projektet tartalmaz. Célja az Észak-Kelet-Magyarország és Kelet-Szlovákiai térség határmenti együttműködése, gazdasági fellendítése és a foglalkoztatottság növelése. A Kárpát-medencei kenderipari övezet felépítésének hosszú távú tervét a Magyarországi Nemzet Stratégiai Kutatóintézet dolgozta ki. A műhelyben egyelőre üzletben vásárolt anyagokból varnak, de a tervek szerint itt dolgoznak majd a kenderből készült textíliákkal is. A műhely tulajdonosa azt mondja, hogy az ilyen természetes anyaggal a legjobb dolgozni. 4 állandó munkahelyet hoztunk létre, elsősorban lakástextilt varrunk, függönyöket, sötétítőket, terítőket, párnahúzatokat és ágyterítőket. Megrendelésre dolgozunk szabás minta alapján. Számunkra ez a beruházás azt jelenti, hogy saját épületbe költözhettünk, és nem kell többé bérleti díjat fizetnünk. A legelőnyösebb üzlet majd az lesz, ha Magyarországon elkészítik a kender textíliákat, amiből ruhát és más kiegészítőket varrunk majd, mondja a varroda tulajdonosa. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet segíteni szeretné a határmenti területek együttműködését. Céljuk, hogy minél több vállalkozó építsen ki kapcsolatot és találja meg üzleti számítását a térségben, hangoztatta a rendezvényen Nádosi László, az intézet igazgatója. Hozzátette, ebben az akciótervben az utóbbi évtizedekben elfeledett, most viszont reneszánszát élő ipari kender termesztésére és feldolgozására fókuszálnak. A megszokott termékek mellett az ipari kender adhat egy olyan fejlődési lehetőséget, olyan új innovációkat eredményezhet ezeknek a termékeknek a feldolgozása és kereskedelme, az egészségipar, az autóipar, a mezőgazdaság, a kézművesség, de szinte minden ipari jellegű tevékenységben becsatolható az ipari kenderből készült feldolgozott alapanyagok széles skálája, és az a mi célunk, hogy itt egyfajta lendületet adjunk ennek az újszerű, ám de hagyományokkal rendelkező növény felhasználásának. Végre arra használjuk a határt, ami egyetlen előnye, azaz, hogy határon átnyúló programokat valósítunk meg. Erről már Hetei Ágota, Magyarország kassai főkonzulja beszélt az átadó ünnepségen. Halljuk meg őszintén, hogy a határ mindkét oldalán kissé lemaradott, a perifériára szorult térségekről beszélünk, úgy Kelet-Szlovákia, mint Észak-Magyarország esetében. Ezek a határon átnyúló programok összekapcsolnak közösségeket. Sikerül megosztanunk egymással a szakmai és a gyakorlati tudást is, ez még jobban erősíti a régió összetartozását. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet szlovákiai partnere a Nagykapos és Vidéke Polgári Társulás, amely a megvalósuló projektek összehangolásáért felel, segítséget nyújtva az akciótervben résztvevő vállalkozásoknak és önkormányzatoknak. A határ két területén különböző feldolgozó üzemek létesülnek, majd olyan ipari létesítmények vagy feldolgozó üzemekre bedolgozó például varrodák, amelyek ebbe a feldolgozó üzemből előgyártott anyagokat majd feldolgozzák, és mindenképpen új munkahelyeket teremtenek, valami legyen benne egy olyan infrastrukturális beruházás is, amely kihat az egész vidékre. Ez a nagy infrastrukturális beruházás pedig Nagygéres és Rozvágy község között egy aszfaltút, ami 4,6 kilométer, és úgy néz ki, hogy egy-másfél hónapon belül befejeződik már az is. Az akcióterv keretében 7 millió euró összértékben valósulnak meg beruházások a határ mindkét oldalán.